Az NVSC-tőr és párvajtőr szakosztályát sem kerülték el a koronavírus járvány hatásai, tavasszal a Makai Tamás által irányított csoport is felfüggesztette az edzéseket. A nyári időszakban a szabadban ugyan készültek a gyerekek, de az igazi munkát csak szeptemberben lehetett elkezdeni az új edzéshelyszínen, a Jókai iskola tornatermében. Jelenleg mintegy 20 fiatal látogatja a tréningeket. Több mint 20 évet csinálom itt Nyíregyházán ezt a törvívást igazából, mert ugye az a szívem csücske, és az a problémánk ebben, hogy a legtöbbször toboroztunk, éveken keresztül szórólapoztunk, toboroztunk, rengeteg időt, energiát, összegeket ráadoztunk arra, ugye, hogy legyen ennek hatása, iskolába is voltunk, de azt vettük észre, igazából nincs ennek olyan jelentős hatása ahhoz képest, ugye, hogy a gyerekek jöjjenek. A legtöbbször akkor jöttek a gyerekek a vívni, és kerestek fel minket, mikor volt olimpia. Tehát tulajdonképpen 4 év után az olimpia volt egy meghatározó, többet láttak vívást, és akkor hát zömében szerintem a gyerekek, de amúgy meg a szülők is keresgetnek sportágat a gyerekeknek. Az edző szavait igazolja Stern Nándor is, aki a televízióban látottak hatására választotta a vívást. Igazából én azt a tévében láttam meg, és nagyon megtetszett nekem elsőre. És hát pont találtunk itt egy nagyon jó egyesületet, és ide méretott engem apa, és azóta már 5 éve üzem ezt a sportot. Mivel nem csak az edzések szüneteltek, hanem a versenyek túlnyomó többsége is elmaradt, a gyerekek számára nem volt lehetőség arra, hogy éles körülmények között vívjanak az elmúlt hónapokban. Nyáron a versenyek is megszűntek, a vívósport is teljes mértékben megállt. Most újraindultak a nagyobb versenyekkel, de mivel hogy itt a felvételeken is látszik, sok a kicsi és a kezdő, meg az új, ezért olyan versenyek voltak még, ami nekünk korosztályban nem igazán felel meg. És nyilvánvaló ugye egy gyerekkorosztályú, vagy egy újonc korosztályú gyermeket, nyilván nem tudok oda vinni egy kadett, vagy egy felnőtt versenyre, mert ugye annak az borzalmas sikerélményt jelenthetne. De most lassan majd beindul az idény, én úgy gondolom, hogy mi is elkezdjük, meg nem is tudtunk volna menni, igazán ez nyáron nem tudtunk vívni. Mert amit ugye említettem, hogy a parkban voltunk, hogy se felszerelés, se vívás, hogy csak ilyen erőnléti meg karbantartás volt. De elkövetünk mindent, hogy most már majd bekapcsolódjunk mi is, de szerintem ez már csak jövőre lesz. Az edző elmondta, hogy nagyon várják a Tiszavasvári úton épülő sportközpont átadását. Reményei szerint új otthonukban még több gyereket tudnak majd megismertetni a sportággal.